Isti! Na szevasztok srácok, ez egy újabb érdekes videó lesz, ugyanis ismételten elérkeztek a Lidl-be a McKennedy cuccok. Na most olyanokat vettem direkt, amiket meg is ennénk szívesen. Tehát, hogy volt még ennél sokkal több borzasztó nagy mogyorós chips, tudjátok, ez már amúgy baromi régóta már legalább 10-15 éve elérhető a Lidl polcain. Ugye a Lidl-nek a saját márkás termékeiről beszélünk, amiket elmegy szinten amerikai ízvilágot hoznak vissza. Megmondom őszintén, ettem már pár cuccot, ezek közül szinte még egyet sem. Na most, ami izgalmas az egész kérdéskörben, az leginkább itt hátul megbújva, ez a pizza lenne. Leginkább azért, mert olvastam egy cikket, hogy szeptemberben visszahívtak, vagy legalábbis figyelmeztetett a Lidl Angliában elméleti szintén, ott találtam meg egy ilyen hivatalos oldalukon, hogy a corn dog, a McKennedy márkájú corn dogot visszahívták, vagy legalábbis egy ilyen figyelmeztetést adtak ki, hogy valami vírus vagy baktérium, most nem tudom pontosan, de hogy megtalálható a termékben. Most ez is virslis, úgyhogy itt a szélében virslivel töltött, amúgy meg hát szerintem ilyen sajtos kb. Az egész stuffed crust pizza hot dog style. Nagyjából ennyi. Erre kíváncsi leszek, ugye corn dogot mi még itthon nem találtunk, nem is baj, így most már utólag visszatekintve. A másik termék, ami kapott tojás, az pedig ez a Halloween Monster Chili Cheese Nuggets. Ez nem McKennedy termék. Viszont érdekesnek tűnt, ugye most egy csomó Halloween-es cucc megtalálható a Lidl-ben, úgyhogy ezt is meg fogjuk nézni. Azon kívül van még itt ilyen crunchy chicken, nem tudom, ilyen KFC stylos akarna lenni. Van itt nekünk baszki mac and cheese, ilyet én még nem is láttam, és ez nem olyan, mint amit másod a Kraft meg a hasonlók, hogy így por és akkor vaj, és akkor megfőd, ez így mire itt? Szóval fogalmam sincs ezzel például mit kell kezdeni, majd megnézzük szépen, ki fog az alakulni. Van nekünk jelly beansünk, van nekünk American style snack boxunk, ami hát ilyen mozzarella stick van benne, hagymakarika, illetve ebben is van chili cheese nuggets, tök még meg chili dip van hozzá, de hogyha a dip nem lenne elég, akkor van itt nekünk még különböző szószunk is, mert ezek is nagyon kíváncsiak, ez a smoky ranch szósz, valamint ez a cheese style szósz. Szóval egy sajtos szósz. Ugye lehet kapni már a Hellmannek van cheddar szósza, ami egyébként meglepően jó, viccen kívül ilyen, ugye ilyen kis tubusos történet. Szóval ezeket is meg fogjuk nézni mindenféleképpen, ezeket a kajákhoz ez tökéletes lesz. Vettem még ilyen barbecue coleslaw salátát, nagyon kíváncsi vagyok rá. Illetve még van két ilyen shakeünk, az egyik az brownie flavor, a másik pedig cookie dough flavor, tehát ez a sütitészta ízű. Mindent airfryerben sütünk meg, amit meg kell sütni. Kijön persze a pizzát, mert azt pedig sima sütőbe fogjuk összerántani. Úgyhogy hadd készüljek el. Igazi terülterű asztalkám lett itt. Nyilván ezt mind én nem fogom megenni, mert azért durva lenne. Mac and cheese-zel kezdjük. Ez a mac and cheese az 849 forintba került, és ahogy mint mondtam, én ilyet még nem láttam, ez mire itt volt. Tehát le volt fagyasztva az egész, be kell dobni a mikróba, és akkor jó világ van. Na nézzük akkor. Már egyébként megkóstoltam, tehát hogy nem bírtam ki. Nem sok sajt íze van, az a helyzet. Ránézésre amúgy barom jól néz ki. Nem tudom, a sajtszósz van-e, ami kihozza esetleg íz, de nem nagyon van. De kicsit de sótlan, fűszerezetlen. De amúgy finom, de olyan, mint hogy a picikét ilyen, nem tudom, főzőtejszínben lenne csak kb. Beleforgatva. Amúgy egyáltalán nem rossz, nem is az az igazi Kraft jellegű, Kraft mac and cheese jellegű, de az már nagy dolog, hogy lehet kapni egy itthon Magyarországon. Jó, na, megyünk tovább, mert ha egy dolognál elakadok, akkor soha nem leszek kész. Oké, Southern Style Chicken. Ez volt a nagy dobozos csirke. Van a különböző alkatrészek, csirke, futóművek össze-vissza. Szárny is van, ezt még én is felismerem, talán ez egy szárny, bár még az sem biztos. Tehát ilyen strips jellegű össze-visszaság az egész. Jól néz ki egyébként. Az airfryert, ezt lehet, hogy egyébként olajban jobb lett volna megsütni. Ez itt 2199 forint, amit láttok. Kóstoljuk meg. Na és akkor most jönnek képbe a szószok, srácok. Szóval van ez, én kiraktam mindent ilyen kis üvegcsébe. Ezeket elrakom, minden ne legyenek már annyira útban. Tehát ez a sajt jellegű szósz. Ez a barbecue ranch szósz. És akkor itt van, ami járt hozzá, chili szósz. Ez ami, ez rosszul mondtam, mert ez a snackboxhoz járt, nem pedig a csirkéhez, de most a csirkéhez is meg fogjuk kóstolni. Szóval ez egy ilyen csontos darabnak tűnik. Te jó ég, ez a chili szósz nem jó. Finom, tipikusan ez a Mirelit
KFC jellegű csirke feeling, mert van egy másik, mit röhögsz? Hova? Jézusom. Van egy másik márka, ez a Dixie. Régen a Szentendén volt egy Dixie csirkéző, és nekik is lehet kapni ilyen dobozos, ilyen Mirelit, ugyanilyen panírozott csirke dolgaikat. Érthető mondat volt nagyon, és ugyanilyen, tehát nem is airfryerben, de hogyha sima sütőben is azt megcsináltam, én olyan érzés, mintha ilyen lazább lenne az egész csirke szerkezetet, tehát ezt is ilyen picit már ilyen pürés jellegű, tehát itt is ugyanúgy ez tetten érhető. Na nézzünk egy ilyen stripset, és akkor nézzük a barbecue ranch sauce-t, jó adaggal, hello. Na ez sokkal jobb. Nem tudom, hogy a csont teszi-e, vagy bármi más, fogalmam sincs, de ez a strips, ez bajnok. Ez a szósz nem rossz, de ezt úgy nem enném mindig, meg minden nap, de ez finom, ízetes, tényleg ilyen paprikás, nagyon jó. És akkor van nekünk még a big ass comb. Hát akkor ezt meg beleküldjük a sajtba. Mit szóltok? Ez az, baby. Fú, ha olyan habzsidőzsi van, nem igaz. Ja, és hát amúgy nem eszek minden nap ilyeneket, jó? Azt előre mondom, tehát azért most ez ilyen nagyon kivételes eset, megyünk. Ez igen, apukám! Wow! Mármint, hogy KFC-hez lehet hasonlítani, ugye? Szerintem az a legtisztább. A fűszerek teljesen hiányoznak a panírból, tehát ne várjatok ilyen nagyon komoly dolgokat, viszont az állaga ennek a csirkének simán ott van, mint amit a KFC vödörbe kapsz ilyen nagy csirkénél. Ez nagyon komoly. Ez tényleg nagyon komoly. Vannak azért olyan részek, hogy megint ilyen pürések. Összességében ez egy kellemes meglepetés teljes mértékben. Egy dologra vagyok kíváncsi, ami kimaradt eddig, az maga a coleslaw sali. Illatra tökéletes coleslaw salátának tűnik. Ezt én szeretem nagyon. De van benne, várjál, mit keres benne ebbe? Bizony, kovászos uborka. Ez nagyon finom. Nem játszok rá, srácok. Nem fizet nekem a Lidl egy forintot se, én fizettem nem kevés pénzt náluk. Kellemesen édes. Picit talán édesebb, mint amit mondjuk a KFC-be kapsz, de nagyon minimálisan. De úgy összességében tök ugyanaz, mint amit a KFC-be kapsz coleslaw salátát. És én ott nagyon szeretem a coleslaw salátát egyébként. Már most kezdek jól lakni. Ez volna itt a snackboxunk. Hát egy kicsikét itt azért katasztrófa lépett fel. Az airfryerben azt kell megtanulnom, hogy nagyon-nagyon kinyomja a sajtot ezekből a chili cheese nuggetsekből, meg mozzarella sajtudacskákból. Ez a snackbox, ez 1599 forint volt. Na most itt azért vegyétek figyelembe, hogy egy mozzarella sajtod már úgy hiányzik, egy kettő chili cheese nugget már úgy hiányzik, tehát egy picit több minden volt, meg egy hagymakarika is hiányzik már. Amit itt láttok textúra rajta, az maga a sajt, ami ráment, és így szétégett sajnos, tehát az mondom, az meg az én hülyeségem. Úgyhogy egy egész mozzarella sajtodat nektek nem igazán tudok megmutatni, mert itt ez egy ilyen, tényleg ilyen káosz lett végül. Így tudom igazából nektek megmutatni, jó? Szóval a chili jó. Na de, Na jó, ki is hűlt. Ez volt az első, amit megsütöttem. Nem rossz, de nagy dolgot nem kell tőle várni. Nézzük még egyszer ezt a sajtszószt. Ennek milyen íze van, he? Melyiknek? A sajtszósznak. Szerintem nem szörnyű, de hogy sajti, olyan, mint hogyha egy ilyen nagyon enyhe mustár lenne, vagy én nem is tudom. Na, chili cheese nuggets, there you go. Nézzük a izét. Barbecue, mi a tököm ez? Ranchet. Most már nem ízlik. Ezzel nem jó. Nem. Ebből jön ki ez a, ugye, nyilván a jalapeño paprikás íz, és azok már nagyon nem jó. De, egyébként önmagában finomak. De, hát igen, ez kicsit durva. Ezt még egyszer lesz, még egy. Húgy a szar kihűlve amúgy. Ő le van gumisodva az egész. A bunda sokkal több, mint maga a hagyma. Tehát, gyakorlatilag egy ilyen kis szálacskát veszek ki amúgy onnan
a bundának a belsejéből. Talán a snackboxok ez a leggyengébb része, maga a hagymakarika. Meg lehet tenni, tehát el fog fogyni, ne aggódjatok, de úgy nem vagyok igazi. Ez a snackbox szerintem sokkal kevésbé éri meg, vagy sokkal kevésbé ad élvezetet, mint mondjuk a csirkedoboz, az szerintem sokkal jobb, mint ez. Ah, szörnyes chili cheese nuggetsek. Itt szintén accident történt, srácok, szóval kifolyt a sajt ezerrel. 2200, pontosabban 2199 forint, amit itt láthattok. Ugye van ilyen sárga színű, vagy hát ez lehet, hogy az alapszín, na sem is tudom megállapítani, van fekete, és van piros, csak ki kell szedni a ragaszt, nézni fogságból. Arról kíváncsi, hogy más ízük van-e, vagy csak ez színezék, mindjárt meglátjuk. De kezdek tolva, aki már... Wow, bro. Kifolyt, bazd meg. Ja, igen. Standard íze van, mint a ugyanolyan íze van, mint ebben. Ezt megmondtam. Nézzük, hogy a pirossal mi a helyzet. Ugye a dobozon azt írta, hogy extra erős. Na majd. Ez a torkomból jött. Csak színezzék a különbség természetesen. Ugyanolyan, mint amit a snackboxban van. Tehát sajt, jalapeno, paprika, darabkák. De hogy ettél már chili cheese nuggetet, akkor tudod, miről beszélek. Ugyan, elnéző fekete. Ez ilyen brutál erős, nagyon tudod hirtelni. De furán néz ki. Kis fekete cucc. Finom, de már kezd herótom lenni tőle. És akkor még a pizza. Jézus Mária. Ezt mind meg kéne ennem. Tényleg még van desszert is. A töltött szélű pizzánk 1799 forintért. Nem nagyon látok rajta semmi mást egyébként, mint sajtot, talán egy kis hagymát. Ja, hús az nem nagyon van rajta. Na nézzük, fú, hát majd, hogy a szélébe van ugye a virsli, az ott látszik is telibe. Bang, 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 ott van a jackpot, úgyhogy ott kezdjük. Ha. Fú, de rossz ez. Fú, ez nem jó. Egyszerűen ez a édes paradicsom szósz van alatta, de olyan édes, hogy megőrülök. Közben ilyen hagymadarabok, de nem kevés. Tehát, hogy így nem csak amit megvan, nagyon hagymás, hát nem tudom, Amerikában ugye ez mennyire menő, értem, hogy hot dog style az egész. Egyébként néztem egy Reddit, valami subreddit, mit tudom én mi a tökömet, threadet, és akkor ott írta egy faszi, mert arról volt szó, hogy ez a McKennedy márka, ez valójában mennyire akar amerikai lenni, meg egyáltalán hova valósít, meg mi ez az egész. Nyilván német, tehát a Lidl-nek a saját márkája, és akkor elkezdte véleményezni egy Amerikában élő faszi, hogy hát, hogy ő ilyet nem látott, még egyetlen olyat nem látott, még mondta, hogy a csirke az okésnak tűnik, de hogy ugye Angliában sokkal többfajta McKennedy termék is van, mint nálunk. Ezt a pizzát, ezt ne próbáljátok, ez egyszerűen, hogyha ez nem jó. Ez a szósz se jó alatta, tényleg ilyen édes paradicsom szósz van, nagyon hagymás, a virsli borzasztó a szélében, én amúgy szeretem mondjuk az ilyen virslivel töltött széleket, inkább a sajttal töltött széleket pártolom. Hát eddig egyértelmű, ez a legnagyobb csalódás nekem. Szerintem szörnyű az a pizza. Szerintem jó. Na, akkor jó van! Szerintem katasztrófa. Na, akkor nézzük meg a teitalokat. Hú-hú! Fosás incoming. Ez a cookie dough flavor, tehát ez a kex tészta ízű, ez pedig a brownie. Színre is látszik a különbség, ez kakaósabb színű, ez meg kicsit olyan kávésabb. Ezeknek az ára 499 forint per darab, ami amúgy egész jó. Tehát ez nem is tudom mennyi, ez 500 milli? 500 milli, ja, fél liter. Na nézzük akkor a brownie-t. Ez finom. Ilyen... Nekem talán egy picit túl édes. Tehát van egy ilyen... Ahogy így visszalehellem is a dolgot, van egy ilyen picit ilyen kókuszos beütése már. Tehát van egy ilyen plusz íz, édes íz hozzá, ami így hátulról jön. De egyáltalán nem rossz és jó sűrű, hát nyilván teital. Finom. Tényleg nagyon finom. Szóval, hogyha bent jártok és nem akartok mondjuk ezt mindmivel megkóstolni, és csak ilyesmire, ez 500 forintért kurva jó áron van. Na nézzük akkor ezt a nyers kex süti tészta italt. Igen, ez kávésabb is amúgy. Ezek lecsusszantak azért.
Probléma nélkül. Mindkettő nagyon finom, viccen kívül mondom. Ez egy picit talán nekem még jobban is ízlik, tényleg egy picikét kávés jellegű. Picit ebben is van az a plusz édes íz, de nem olyan tolakodóan, mint ebben. Úgyhogy ez egyértelműen jobb, de ez sem rossz egyáltalán. Na, srácok, az elején elfelejtettem kirakni őket, de vannak még ilyen joghurtjaink is. Ez például apple pie flavor, tehát almás pite ízű, van chocolate muffin, csokis muffin ízű, és van cranberry chocolate chips. Mi az a cranberry? De ez az amerikai nagyon szeretik a cranberry-t, azt tudom, juice-ban is isszák amúgy. Tőzeg áfonya! Kérlek szépen akkor, ezt magyarul nem tudtam volna. Jó, kezdjük akkor mondjuk a... És 260 forint csatok darabja, még egyszer mondom. 259. 250 forint darabja, 249 egészen konkrétan. Na nézzük meg, és azért ez tök jó áron van. Nem tudom, hogy meddig lesznek ezek megint, mert időszakosan vannak ezek a McKennedy cuccok, szerintem most a Halloween miatt is dobták be, hogy még amerikai feelingje legyen. Na nézzük akkor. Wow, bro. Jó rata van. Kis darabkák vannak ebben is, csoki darabok. Nem rossz, de pudingnak működne jobban. Szerintem ez gyümölcsökkel működik jobban egyébként. Nem. Az a baj, van a joghurtnak ez a savanyú alapíze, savanykás, és akkor mellé még ez ilyen kakaós csokis is. Ez nagyon nem. Van ugye a almás pités. Na ez viszont szerintem működni fog. Tehát kis almás pite darabkák. Úgyhogy nézzük meg. Szerintem ez jó lesz, mert legalább gyümölcsös. Ebben sokkal több darab is van. Lehet, hogy csak jobban látom, mert világos színű. Atya Isten! Na ez! Ez az Hú, anyukám! Megint beletrafáltál. Ez! Nem is almás pite darabok, alma darabok vannak benne. Igen. Jól gondolkoztam, vagy jól gondoltam, a gyümölcse jobban működik, szerintem ez is fog működni, még ez a cranberry is. Srácok, hogyha láttok ilyen almás pite ízűt, Jézus Mária, az nagyon finom, az nagyon jó. Na de nézzük a mindegyik köp egyet. Nézzük a cranberryt, ez meg ugye hát ilyen, én savanykás ízre számítok tőle. Nem is tudom, hogy ilyet lesznek-e. Nem. Lehet, hogyha szereted ez a tőzeg áfonyát, akkor működik. Nem az van, hogy kicsi savanyú is, de nem annyira. Az a bajom inkább, hogy nem csak csoki darabok vannak benne, hanem magának a tőzeg áfonyának is a héja darabok benne, és ki roppan a szádban, és ilyen is szétizé, és olyan mazsolás jellegű már, amit én annyira nem szeretek. Úgyhogy ez most megint ízléskérdés értelemszerűen, de a három közül egyértelműen a fahéjas, almás fahéjas a legjobb. Az bajnok volt. És akkor a mai utolsó tételünk az a Jelly Beans Sour ízesítésű, tehát ez a savanyúak, direkt azt választottam. Jó nagy pak, 250 gram, 700 forint, tehát 699 forint. Azt mondja, hogy lesz itt cseresznye íz, citrom, blueberry, az nem tudom, az mi. Áfonya? Igen, apple, alma, többit nem is mutatja. Szóval ilyen jellegű ízekre lehet számítani. Nyilván olyat a Lidl-ben nem kaptok, ami ilyen direkt szar ízű. Olyat ők nem, mi az? Olyat ők nem csinálnak egyáltalán. Na nézzük. Hát ő... Ekte úgy néz ki, mint a Jelly Beans, vagy mi annak a neve? Jelly Belly? Még mi az a márka? Jelly Beans van ráírva. Az van ráírva, de de finom. Almás. Atya. Olyan jó, tudod, ezekből nagyon jó jót enni. Az finom, mi? Ezekből nagyon jó jót enni. Ez nagyon jó. Ez meg gondolom a mandarin. Nem, pineapple is van elvileg. Ezek jók, srácok. Ezek szerintem ízre simán ott vannak a... Mi annak a neve? Van az a... Tudod, az a márka, hogy direkt szart is, hogy Jello, Jelly, Bell Beans... Bean Boozled, vagy mi a tököm? Na, az. És az ez egy rendes brand, ugye, ami ott van. És látjuk, hogy a végén értünk itt a nagy Lidl American Way McKennedy kóstolásnak. Hát
azért olyan felemás az összkép, azt gondolom. A csirke az nagyon rendben van, szerintem a mac and cheese is rendben van, de tényleg azért nem kell nagy dolgokat várni, szóval nem lesz ilyen brutálisan, úristen, de finom jellegű. De úgy állagra, meg úgy minden, meg árérték arányban azért rövarészt a dolgoknak itt jó van árazva. A csirke egy picit talán drága szerintem, meg a snackbox is. Azon, meg nem is a snackbox, hanem ez a Halloween-es chili cheese, azért picikét drága. A szószokkal tehettek egy próbát, de szerintem kihagyhatóak teljes mértékben. A tejitalokat mindenképpen nézzétek meg, az almás fahéjas vagy almás pités ízű joghurtot mindenképpen durrancsátok be. Fú, srácok, én tele vagyok, szétszakadok tényleg. A pizzát megkerüljétek szerintem messzire. Nem, az finom. Babes szerint ne, mert finom. Jó, hát ez már minden ízlés kérdése. Köszönöm az időszak, hogy velem voltatok, sziasztok, jelent az out! Ró! Remélem élveztétek a videót, srácok, leírásban egy csomó link megtalálható lesz. Köszi a figyelmet, sziasztok!